Jó estét kívánok, kedves nézőink! Szent napokat élünk át, amely napokban ünnepeljük az egyetemes megváltó, az Úr Jézus Krisztus földre történő első eljövetelét, a szeretetet, a békét, az életet, mely a Teremtő által adatott, és amit kizárólag csak a Teremtő hivatott visszavenni. Karácsony ünnepe nagyon fontos jelentőséggel bír. Többek között emlékezteti az emberiséget azokra a hiányosságaira, amikkel még mindig rendelkezik. Ez az általános szeretet, ami felemel, az általános béke, ami megőriz. Karácsony ünnepe segít abban, hogy megértsük. Felelősséggel tartozunk mindenért, amit cselekszünk, és mindenért, amit elmulasztunk megcselekedni. Az embernek, mint egyénnek meg kell értenie, hogy az összes valódi kincs, ami ember számára megadatik, az a lélekben található. Így ennek megfelelően mindenkor az látható kint, ami lakozik bent. És ha megnézzük a kinti világot, akkor nagyon sok esetben nem lehet okunk az örömre. Azzal meg jó, ha tisztában vagyunk, hogy a Teremtő Isten által megszabott kegyelmi idő hamarosan elfogy. És minden az a gondosság, ami a jelenben tapasztalható, sem tart, mert nem tarthat örökké. Mai műsorunk vendége Papp Gábor, művészettörténész, akit a karácsony ünnepéről kérdezek. Jó estét kívánok, tanár úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Tanár úr, már több éve öntisztelnek bennünket karácsonyi műsorral, és azt szeretném, hogy ez most se legyen másképp. Szeretném, hogy most is karácsony ünnepéről beszélgessünk. Beszélgessünk olyan dolgokról is, amikről adott esetben talán még nem volt szó ezekben a szent napokban, mint például a karácsony alkalmából szeretném, hogyha megnéznénk az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a Szűzanya és az ember kapcsolatát egymással. Beszélnénk egy kicsit a kegyelmi időről, de előtte mit jelent a karácsony valódi értéke egy keresztény ember számára? Köszönöm szépen a bizalmat, ami most már ezek szerint évről évre elért engem, és meg kell mondjam, meg is hat egy kicsit, nem is kicsit, mert azért nagyon nagy felelősség karácsonyi üzenetről beszélni, tehát azért azt lássuk be. Én nem annyira ezzel a nagyon szép sorozattal foglalkoznék, ami az Atyával indul, Fiúval, aztán Szentlélekkel, Szűzanyával, emberrel. Ezt talán a második lépésként, jó? Mert az első lépésnél azért tudni kell, hogy mi itt földi közegben élünk. Földi közegben ez az ünnep mindenképpen a fényhez kapcsolódik. És egy rendszerbe illik bele. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy tengely az évkörben, amelynek van egy fényben leggazdagabb pontja, ez a nyári napforduló. És van egy leggyengébben ellátott fénnyel ez a pont, ez pedig a téli napforduló. Na most, ha én a megváltó, méghozzá egyetemes megváltó születését akarom tetten érni, nem mi szabjuk meg, mi csak tetten érjük az évkörben, akkor vajon hol fogom keresni? Ahol a legtöbb van a fényből, és a hozzátartozó tulajdonságokból. Mert ez a fény, ez nem csak fizikai értelemben van ilyenkor jelen, hanem mozgósít bennünk olyan tulajdonságokat, amelyek megtapasztalhatóan az ő növekedésével növekednek bennünk, és az ő csökkenésével, itt az ő az a fény természetesen, azzal pedig csökkennek, majdnem teljesen elhalnak. Tehát nagyon rossz helyzetbe kerül a fény a téli napfordulón. Tehát ott a leghosszabb a sötétség, legrövidebb a nappal. Na most hova kell születni egy egyetemes megváltónak, ha az egész földi életet akarja megemelni, illetve ebből az esett állapotából újra emelkedő állapotba hozni? Mert ez történik karácsonykor. Hát itt mindenképpen tudomásul kell venni, hogy amit én mondjuk megállapítok tudományos segédlettel, az ugye ez a Bach havának a nulla pontja, ez a karácsony. Igen ám, de amikor éjfélkor, mert éjfél az a karácsonynak a pillanata. Ezt megint nagyon szép énekekből tudom rekonstruálni, tehát nem, hogy mondjam, éjfél előtt 2 órával, nem éjfél után 3 órával, pontosan éjfélkor. 12 óra, akkor most nem akarom énekelni, de megszületett Jézus, 12 szép őző angyal fonja a koszorút. Tehát ez az egyik ilyen nagyon szép karácsonyi éneknek a szövege. Tehát pontosan tudjuk, hogy éjfélkor történik. Igen, ám, de akkor, ha fölnézek,
akkor nem a Bach csillagképet látom, hanem pontosan a vele szemközt lévőt. Pontosabban, még pontosabban, amikor Jézus született, akkor láttam pont a vele szemközt lévőt az éjféli égbolton. Miért? Azért, mert közben az úgynevezett precessziós csúszás folytán elcsúsztunk majdnem egy teljes, hát állatövi egy csillagkép értelemben, ugye csillagkép nyit a, hát hogy mondjam, a napfelkelte hely tekintetében. Na, ezt most nem tovább részletezem, mert akkor nem jutunk el az atyáig meg a fiúig. Tehát nagyon szívesen folytatnám ezt, mert ez egy nagyon fontos tétel. Tudjuk, ne felejtsük el, hogy a karácsonyhoz akár otthon hát ünnepeljük, akár hát valamilyen közösségi alkalom, hát erre most nem nagyon lesz alkalmunk, de van egy minimum a kellékekből, aminek jelen kell lenni. Tehát egy betlehemes játéknál nem lehet üres egy ilyen, tudjuk, hogy Betlehemnek ilyenkor egy építményt nevezünk. Tehát nem egy városkát, vagy egy települést, hanem magát azt a kis építményt, amit behoznak, ami lehet egy két tornyú, aránylag nagy templom is, meg lehet egy ilyen kis kunyhószerű is. Az a lényeg, hogy abban legalább két állatnak, minimum két állatnak ott kell lenni. Melyik ez a két állat? Egyik az ökör. Hogyan? Egyik az ökör. Igen, az egyik az ökör. Esik meg a bárány. Hát a bárányt azt hozzák, de már ott kell lenni egy jászol körül. A csacsi. Csacsi, persze. Most rám tetszett nézni, hát már egyből eszébe jutott volna, hogy szamár. Na, tehát a lényeg az, hogy ökör és szamár. Hát inkább a szamár jusorolom az eszébe, mint az ökör. Tehát minden esetre ez a kettő ott kell, hogy álljon a jászol körül. És akkor az ember eltűnődik, hogy ez semmi, ez csak annyi, hogy hát éppen ott voltak. És ezt egyszer csak leesik a tantusz, hogy itt ezen a pontján az időnek, tehát most egy visszafelé és előrefelé és végtelenített szalagnak próbáljuk elképzelni, egyébként nem az, de képzeljük el az időt. És akkor annak van egy pontja. Na most ezen a ponton születik az egyetemes megváltó. Mi ez a pont? Most itt ez egy nagyon lényeges kérdés, mert ez egy 26 ezer éves nagy cikluson belül az egyedüli, amikor időbelileg fogalmazva mondjuk a Bach nulla pontja, az valóban a Bach csillagképnek is a nulla pontján áll. Tehát itt egy térbeli állatövi rendszer, meg egy időben értelmezett állatöv szinkronba kerül egymással. 26 ezer év múlva lesz megint. Tehát ez egy kozmológiai értelemben is kitüntetett pont, nem csak üdvtörténeti értelemben. Na most, hogy kerül ide a csacsi és az ökör? Hát azért, mert ilyenkor fönn, tehát gondoljunk el, most számoljunk vissza 2020 évet, és akkor mit látok éjfélkor? Látom a rák csillagképet. Miért? Mert éjfélkor a rák van zenitben, hiszen azért nevezük Bach pontnak, mert a delelő nap mögött jelenik meg a Bach csillagkép, csak ott nem látom. Tehát kénytelen vagyok az egész évben gondolkozni, mert tetten érni csak ott tudom, ahol az ellentéténél tartok. Tehát éjfélnél. De tulajdonképpen éjfélnél a pont szemben lévő csillagkép jelenik meg. Tehát nem a Bach, hanem a rák. Na most, ha én a precessziós mozgás révén a ráknál tartok, azt az ökör fejezi ki. Ha pedig a kis éven belül, és ott is a csillagképi értelemben vett az, amit látok, ott meg ezt hogy nevezik a magyar népi csillagnevek között? Jászol szamárkákkal. Ez a neve. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a ráknak a megfelelése, amiben benne van már a jászol is, meg benne van a szamár is. Tehát ha a kettő itt szinkronba kerül, tehát fedésbe kerül egymással, akkor itt kell és ellenkező irányba néznek, tehát szembe egymással, akkor ebből az irányból precessziósan itt tartok az ökörnél, ebből az irányból jövő, pedig kicsi életemben, ott pedig ott tartok a szamárnál, és kettő közt ott a jászol. Na most a jászol a mai napig is, tehát ezt a kettőt az ökröt azt ilyen módon nem tartják nyilván, elég baj az. A magyar népi műveltség nagyon is számon tartja, tehát mesében is jelen van, azt jelenti pontosan ugyanazt.
A másikat viszont számon tartja ma is csillagászat is. Tehát hogy nevezi a rák csillagképnek a fő, két fő csillagát? Az Eulus Borealis, az Eulus Australis, tehát a szamárka, vagyis csacsi, a déli és az északi csacsi. Ez a két fő csillaga. És ugyanebben a csillagképben ott van a jászol, mint köd. De ott van, és meghatározó módon, ez a Prészépe. Ez azt jelenti, hogy jászol. Tehát utána lehet nézni otthon bármelyik, hát erre már annyi internet fórum van, hogy azonnal lehet ellenőrizni. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az, amit mi játéknak, ilyen vallásos tartalmú ugyan, de hát tulajdonképpen egy játék, annak minden egyes részmozzanata csillagászatilag teljesen konkrét közlést tartalmaz. Ez csak azt kell hozzászámolni, ami azóta, tehát 2020 év óta csúszott. Ezt meg pillanatokat hozzá lehet számolni. Na most ennyit muszáj volt elmondani, hogy éreztessem, hogy itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy emlékezünk egy bizonyos eseményre. Nem, ez az esemény most is zajlik. Tehát ez egy jelenlévő születés. És ha ez a jelenlévő születés nem így zajlik le, akkor az hát olyan, mintha emlékeznénk mondjuk december 21-én Sztálin elvtárs születésnapjára, ami vagy akkor volt, vagy nem, de akkor kellett ünnepelni. Tehát ez nem emlékezés, az is benne van, ennek egy állandó jelenlétként meg kell jelennie december 24-én éjfélkor. Tehát na most időpont azért nagyon fontos, mert előtte, tehát most, amikor mi beszélgetünk, meg mi a következő napokban, egyre inkább pánikos a belső, tehát ellenőrizetlen szervezetünk, tehát amit nem ésszel irányítunk. Miért? Hát mert csak tapasztalja napról napra, hogy sötétedik. Tehát fogy, az az energia, hát amiből mi gazdálkodunk, és amit tulajdonképpen életünket táplálja. És nem lehet tudni, hogy ez meddig fog fogyni. Mert elvileg ez tovább is fogyhatna. Tehát egy kozmikus rendszerben, ha itt nem kapunk utánpótlást, mert ez a legrosszabb pont, ez a Bach nulla pont az évkörben, fény szempontjából a legrosszabb. Tehát azt jelenti, ha itt nem kapok utánpótlást, akkor befellegzett. Mert nagyon sokat se hőmérsékletben, se hát egyéb vele együtt járó javakban nem tudunk többet spórolni. Tehát van egy határ, ami alá megyünk, hát akkor annyi, nincs életfeltételek, megszűnnek. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy érezzük, hogy ide kell születnie. Tehát itt kell annak, aki személyválogatás, népségválogatás nélkül az egész földkerekséget. Tehát minden élőlényt. Én még csak azt sem mondom, hogy csak az embert. Tehát minden, az egész élővilágot megváltja. Tehát a felemelkedéshez hozzásegíti. Ad elég energiát, amitől egy újabb éven keresztül tud. Mi emberként, az állat, állatként, növény, növényként, és így tovább. Na most, ha ez eddig követhető volt, mert ez elég, talán ez elég rég, na most rátérhetünk, hogy ebben az egész, nevezzük így, hogy színjáték, ami itt egyáltalán nem dehonestáló, ha én itt azt mondom, hogy színjáték. Tehát kicsiben eljátszom azt, ami nagyban történik, mindent a szerepe szerint, tehát az ökröt ökörként, pedig lehetne egy szebb kenguru is, meg izgi is lenne, ugye, meg hát már más időket élünk elvtársak, tehát mindent le lehetne csinálni, de minek? Abban a pillanatban kiesnék ebből a rendszerből, és akkor beszélnék a levegőbe. Mint hogy annyiféle dologban már ez történik, hogy már semmi köze nincs a bennünket befoglaló nagyobb, tágabb világhoz. Na, szóval a lényeg az, hogy mi a szerepe ebben az atyának? Most itt azonnal vissza kell kérdezzek. Melyik atyára gondolsz? Hát most természetesen nem önnek mondom. Tehát melyik atyára? Mert is ez egyáltalán nem mindegy. Tehát itt a múltkor valamikor, ugye én felolvastam, hogy Jézus hogyan vélekedik arról az atyáról, amit mi ilyen IHVH név alatt kapunk, és hát ez mondjuk nem a hát hizágőbb. De egyértelmű volt, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát ezt mi félreértem, de úgyis, szóra. Én egyébként elhoztam a magyar nyelvterületen először, hát írásban, pontosabban nyomtatásban megjelent. Ez még kézírásban jelent meg. Tehát ez
a Müncheni kódex, amelyik 1366-ban jelent meg, és huszita bibliaként szokták emlegetni, új szövetség. Ennek van még két másik kódex, de azokban az ószövetségi anyagból vannak fordítások. Ez az új szövetség. Pontosan ugyanott, János 8, pontosan 41-45, és a 44. versnél nem fogom felolvasni, mert azt hiszem, nem akarom most újra ezt elővenni. De teljesen érthető, ugyanaz a szöveg. De ha ön gondolja, hogy olvasom fel, nagyon szívesen felolvasom. Tehát ugyanez, tehát egy részről a hazugság atya, hát ki mondja, ördög atya, gyermekei vagytok. Hát én direkt otthon utána néztem a görög szövegnek, mert tudjuk, az új szövetség görög nyelven vált, hogy mondjam, először elfogadottá és hát kanonizáltá. Na most ez azt jelenti, hogy megnézem, hát szó szerint, amit én a múltkor felolvastam, és ami itt is szinte teljesen szó szerint. 1366, igen. Szóval itt nincs, ebben semmiféle változás nincsen. Tehát nincs olyan, hogy na hát azért nem kellett volna ezt így fordítani, lehetett volna ezt, nem lehetett. Nem. És azóta összegyűjtöttem egy ilyen halommal, csak nem akartam már idehozni. Tehát ezt nem csak Károli Gáspár fordította ilyennek, nem csak Káldi György fordította ilyennek, és akkor mondhatnám a többi fordítót. Nem, ennek ez a szövege az eredetiben is. Na most ez egészen biztosan ebben a szituációban nem ő az atya. Pont. Tehát itt nem lehet alkudni. De egy kicsit azért fogalmazom meg, nem. Ez nem az, akit Jézus hazugság atyának, illetve ördög atyának nevez. Pedig ő egyértelműen megmondja, ti ördög atya gyermekei vagytok, aki embergyilkoló volt a kezdetek óta. Szó szerint idézem. Na most ennek semmi köze nincs a karácsonyhoz. Ennek lehet köze a Hanukához, lehet köze más egyéb szertartásokhoz, semmi gond vele. Tehát nem arról, hogy most akkor gyerünk valamit, mondjunk rosszat a Hanukához. Minek? Minek? Miért? Hát ha ők abban találják meg önmagukat, akkor természetesen az ő ünnepük. De ennek a karácsonyhoz nincs köze. És ez nem olyan, hogy megfosztottuk őket, akkor nehogy fosztottuk. Hát ha egyetemes a megváltás, ezt már annyiszor megbeszéltük, természetesen nekik is szól, de ők csak kizárólagos megváltók, tehát messiást várnak. Tehát nekik ez egyszerűen nem tétel. És ezt megint azt kell mondja az ember, hát miért ne tudnánk ezt tudomásul venni? Persze, amíg nem erőltetik ránk az övéket, addig semmi gondunk nincs. Mi aztán éppen nem erőltetjük rájuk. De azt tudni kell, hogy itt most Jézus Krisztus mennyei atyáról beszélünk. Na most ezzel kapcsolatban viszont egy racionalitásra fölépített világ, most jelenleg a miénk ilyen, vagy legalábbis ennek hazudja magát, de ez a hazugság ez nem feltétlenül szándékos, hanem egyszerűen már zsigerből hazudik ez a kor. Tehát ez a hazugság kora. Ezt most nem érdemes itt tovább fejtegetni, mert akkor nem jutunk el már fiúig se. Tehát lényeg az, hogy a második, tehát ezt azt hiszem, hogy el lehet, vagy követni lehet, maradjunk ebben. Én soha se kértem, hogy fogadják el, ismerjék meg, döntsék el, hogy elfogadják-e, vagy nem. De lényeg az, hogy az atya itt ebben esetben azt a kérdést teszi föl, hogy most el tudja-e fogadni egy kizárólag a racionalitás, tehát az észszerűségnek a keretei között tájékozódó mai átlag ember, el tudja-e azt fogadni, hogy az atya, Jézus Krisztus mennyei atya, ő egyszerre személyes és végtelen. Nem tudom, hogy követhető. Tehát végtelen, hiszen nem tudom a határát megmondani, hogy meddig tart. Mert mindenben is, meg körülötte is. Tehát az egyetemesség maga. És ugyanakkor én meg tudok hozzá közvetlenül beszélni. Tehát imádkozni lehet hozzá. Na most én ezt hiába magyarázom, mert ez már a formál logika, ami az egyedüli tájékozódási módja az ilyen embernek. És ez egy aránylag jó tájékozódási mód. Tehát hosszú távon segít, egy darabig. Ő szerinte mindenestől, tehát végteleni, hát hatókörrel. Tehát ő egyszerűen nem tudja kettőt, mert az első szabálya a formál logikának, ami alapján ő tájékozódik, már ellene mond az azonosság törvényének. Tehát most vagy ez,
vagy az. Ő csak így tudja. Na, de ő nem is imádkozik. Tehát egyszerűen, ha elfogadja is, hogy végtelen hatókörű valamiről vagy valakiről beszélünk, akkor is személyessége már kizárva. Ha meg a személyesség, hát akkor meg valamilyen emberszabású lény, ez lehet egy szellem, lehet egy, mit tudom én, egy kísértet, lehet egy... Szóval sok mindennek nevezték már. Na, térjünk át a fiúra. Tehát akkor érthető, ugye, egy racionális közelítése soha nem lehet megérteni. Fiú, tessék, hogy lehet valaki egyszerre Isten is, meg ember is? Tehát az eretnek, mozgalmaknak a döntő hányada, most kezdhetném sorolni, de semmi értelme, hogy mindegyik, azon bukott, tehát azért nem lehetett elfogadni az úgynevezett nagyegyház részéről, mert valamelyiket a másik rovására abszolutizálta. Tehát van olyan, amelyik azt állítja, hogy csak isteni természete van, tehát igazából nem is szenvedett a kereszten, ez tétel, méghozzá egy elég széles rétegű úgynevezett eretnek, hát mozgalom kollekcióban, akkor itt nem volt semmilyen emberi megnyilatkozása, úgy tett, mintha szenvedne, tehát végig egyfajta ilyen, hát megjátszom az embert is, de tulajdonképpen végig megmarad a sérthetetlensége. Tehát se nem szenvedett, se nem halt meg, tulajdonképpen csak úgy tett, mintha. Na most ez nyilvánvalóan abból fakad, hogy nem tudja a kettőt egyszerre megérteni, magáévá tenni. A másik viszont egyszerűen azt mondja, hát ez még a kereszténységen belül is. Tehát unitárius számára nem volt isteni személy. Tehát a fiú, az egy kiváló valaki volt, emberi szinten az elképzelhető, esetleg még ezt is hozzá, az elképzelhető legmagasabb, és itt az unitárius teljesen egyezik az iszlámmal. Tehát Jézus helyzete az iszlámon belül ugyanez. Utiszának nevezik, és az emberi szinten elérhető legmagasabb, ott nem egyedül van ezen a legmagasabb szinten, a profétákkal van. De a proféták közt is a kiemelkedően magas szintűek. Tehát ők nem tagadják Jézust, csak ezen a szinten tisztelik. Na most, tehát ők bennünket vádolnak azzal, hogy mi viszont nem ismerjük el vele azonos szintű profétának Mohamedet. Tehát ez az ő sérelmük tulajdonképpen velünk szemben. Na most, ez a fiú. Tehát ezt a kettőt kellene együtt látni. És a harmadik személy, most én nem is a Szentlélekkel folytatom, a Szentlélekről gyakorlatilag emberi szövegben, már akár versben, akár prózában nem tudunk. Nem tudunk olyat mondani, ami definícióértékű. Tehát egyszerűen kikerül a közvetlen megtapasztalhatóság, pontosabban az értelmi szinten történő, akár testi, akár értelmi szinten történő megközelíthetőség köréből. Tehát nyilvánvalóan ő a legmagasabb szint, de hát ezt maga Jézus is pontosan így mondja el. Tehát a Szentlélek elleni botránkozás, okozás, az nem bocsánatos bűn. Atya ellen, fiú ellen lehet, nem örülünk neki, de még éppen megbocsátható. Szentlélek ellen nem. Tehát nyilvánvalóan ő a központ, és ő a legmagasabb. Na most ezt szépen lecserélik a szűzanyaságra. Tehát a szűzanyaság nagyon fontos, ezekkel ugyanaz a probléma merül fel vele kapcsolatban is, hogy lehet valaki egyszerre szűz, és egyszerre anya. Nem tudom, érthető. Tehát itt ez nem az ő problémájuk, hanem az emberi megközelítés problémája. Ha én ragaszkodom a kizárólagossághoz az értelmi tevékenységnél, tehát magyarul a lelkemet vagy kilopták már, vagy én egyszerűen megspórolom. Miért? Mert az özletben nem segít. És ez kétségtelen. Az özletben azért nem segít, mert állnak közbe szó, hogy te ne haragudjál, ha most ezt most megint megléped, azzal egy másikat tönkre teszel. Tehát a lélek azonnal közbe szól. Na, de erre nincs szükség. Kérem szépen, és akkor mi van? Tönkre megy? Igen. Na, de én meg jól járok. Tehát ez a lélek itt kifejezetten gátló tényező az üzletembernek. Hát természetesen kihagyja. És elfogadja azt, amiről már itt annyiszor beszéltünk, zsinati határozat, hogy nincs is ilyen külön, hogy lélek. Elnevezzük a szellemiséget léleknek, tehát rácsúsztatjuk, és összemossuk a kettőt, mintha az ugyanaz lenne. Hát ez történik mai napig. Tehát így jelenik meg ez a kétpólusú. Na most itt meg már Gresham törvény azonnal közbelép. Melyik fogja a másikat? Melyik lesz a fontosabb? A szellemiség vagy a testiség? Hát nyilvánvalóan a testiség, hát az az alacsonyabb szintű.
Tehát fokozatosan szorítják még a szellemiséget is, tehát még a rációt is. Többet ígérek neki, nőben, hát most már nem lehet tudni, hogy melyiknek kell nőt ígérni. A két nem közül, mert más nincs is két nem. Tehát lényeg az, hogy van vagy 26. Tehát, tehát mindig a testiségnél fogják meg a választópolgárt. Más meg nem is érdekli a hatalmat, csak a választópolgár. Tehát ez azt jelenti, hogy marad nekünk tulajdonképpen az ember, mert ugye Szűzanyát semmiképp nem fogja megérteni. De ehhez már tényleg csak lélekben lehetne közelíteni. Na most, és akkor hol vagyunk az emberrel? Hát ott, ahol az előbb mondtam. Tehát az ember, ha tényleg nem tudja megfogni se az atyát ezzel a közelítéssel, se a fiút, se a Szűzanyát, Szentlélekhez szagulni se tud. Számára az már rég nincs is, mert lecserélte a Szűzanyasággal, ami egy teljesen más minőség. Tehát ez körülbelül olyan, mint a cipőmet lecserélném a kalapommal. Tehát olyan mértékű a különbség. De a lényeg az, hogy marad az ember. És akkor mit kapok én embernek? A két szintű, tehát a leoperált lelkű, lelketlenített embert. És jelenleg sajnos az a helyzet, hogy neveltetésünk folytán már gyakorlatilag csak ezzel számolhatunk, mint létező emberrel. Ha én tudok kellő súlyú élő példát mutatni, utolsó leheletemig reménykedem, hogy azzal mégiscsak vissza tudom hozni az emberekbe a lelket, legalább az, hogy hiányozzon már neki. Mert azt megkapja, csak hát arra neki kell törekedni. Én nem vihetek bele lelket. De mutathatom, hogy van. És éreztethetem, hogy van. Tehát nem, nincs elveszett ember, mondjuk az én szememben biztos, hogy nincs. De látom, hogy nem nagyon mozdulnak. Tehát az ember mutathat olyan példát, amit akar, selejteződik az emberiség. Tanár úr, elfogyott most ez a Szent Karácsony műsoridőnk. Én egy másik adásban szeretném önnel folytatni a beszélgetést a kegyelmi időről, illetve a krisztusi erkölcs szerinti teendőnkről, a szintén karácsony műsori részeként. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon sok hasznos információt elmondott nekünk. Önnek és szeretteinek és áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott békés karácsonyi ünnepeket is kívánunk önöknek, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.